Szojszáló középre, megint a szélről. Nagy, megpattan és gól! Nagyon hamar vezet a Puskás Akadémia a DVTK ellen, már a harmadik perc elején. Kollit mondják be, mint gólszerzőt. Na nézzük, itt lövi el Nagy, és bizony, úgy találja el Kollit, hogy Kolliról bevágódik a DVTK kapujába a labda. Ogyintsov tehetetlen. Nagyon gyorsan jön, és nagyon közelről.